egy közelebb kép édesapámról és rólam 80 évvel ezelőtt, amikor a keresztelőn volt. Egy régeségi képet mutat Habsburg-Lotaringiai Mihály magyar királyi herceg a keresztelőjéről. A fotó 1942-ben készült, az egykori József főhercegi palotában. Habsburg-Lotaringiai Mihály 2 éves volt csupán, amikor családjával együtt menekülni kényszerültek Magyarországról. Így kevés emléke maradt abból az időszakból. Arról, hogy keresztelője a József főhercegi palotában volt, egy újabb fotót is mutat. Az édesanyám nem szerepel a képen, ő még a kórházban volt, de édesapám itt van, és a nagypapám József Ágost főherceg, tábornagy. 12. Pius pápa volt az én keresztapám, mert az én szüleim megismerték őt, amikor itt volt 38-ban, mint érsek. 42-ben az én édesanyám azt mondta, hogy ír neki egy levelet, és kérdezte, hogy nem lehetne az én keresztapám, és ő mondta, hogy igen, szívesen, nem tud eljönni sajnos, mert akkor már pápa volt, de én azért vagyok Mihály Pius, ugye, mert ő volt az én keresztapám. Úgyhogy ő nem tudott eljönni sajnos a keresztelőre, de a Rota Nuncius, aki itt van, ő képviselte a Szentatyát a keresztelőn. Az épület József Károly Lajos, Habsburg-Lotaringiai Mihály dédapjának tulajdonában volt 1892-től. Ő alakította át. Utána nagyapja az ezen a régi fotón látható József Ágost főherceg örökölte. A II. Világháborúban a palota megsérült, de ideológiai okokból nem építették újjá. 1968-ban felrobbantották, maradványait elszállították. A 2000-es évek fordulóján kutatásokat folytattak a területen, majd középkori rommezőt alakítottak ki. Újjáépítése a Nemzeti Hausmann program keretében kezdődött meg 2021-ben. A magyar királyi herceget Finta Sándor, a várkapitányság vezérigazgató helyettese, Szalai Tihamér, az újjászülető palota tervezője és a kivitelező, magyar építő munkatársai kísérték végig a tervezett ütem szerint zajló építkezésen. Nekem ez roppant fontos pillanat ez a mai nap, és ez az élmény, mert látni most már, hogy halad az egész építkezés, és már nagyon el lehet képzelni, hogy milyen volt valamikor. A magyar királyi herceg kezdettől fogva érdeklődve figyelte az építkezést. Egy történetet is elmesélt ezzel kapcsolatban. Egész az elején ugye oda néztem, és akkor még a pincettermeket lehetett látni, és még nem volt semmi, és akkor én mondtam a munkásoknak, hogy ez az én nagypapám palotája volt, és ott, ahol most vannak, ez a pince volt, és ha találnak még egy üvegbort, az az enyém, és akkor nagyot nevettek, és mondták, milyen kár, hogy csak most jön, mert tegnap ittuk az utolsót. És hihetetlen öröm számunkra, ugye, hogy mindig nagyon szenvedett mindenki, hogy tényleg már nem áll ez a szép palota, ami valamikor nagyon fontos szerepet játszott a mi családunk életében is, és most megint itt állunk, és tényleg ez nem lehetne szebb öröm, és azt szeretném is, ha valamikor lesz egy első talán ünnepség itt, hogy akkor az egész családot meg fogom hívni, hogy jöjjenek mindenhonnan. A palota homlokzata és belső terei a következő években az egykori terveket is figyelembe véve épülnek újjá. A Szent György tér meghatározó épületének újjászületésével a budavári palota negyed néhány éven belül újra századfordulós arcát mutatja majd.